Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 27-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat, az Ítélet és Kegyelem filmbemutatója és Tolcsvai Béla koncertje szerepel. Mindenek előtt azonban egy beszélgetés következik, hiszen a Bagosi Brothers Company vendégeskedett Székesfehérváron a Liget koncertsorozat keretében. Képzett világban te oly könnyed ég. Nyújt az ébredést, kereslek holjász most, gyere közel áll. Van, amit a szem nem lát, de jó a képzeled. Részleg tudok veled ért, akarok a képzel. Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked éged. Gratulálok először is ehhez az évhez, illetve az elmúlt évhez. Jó helyre került az a három elismerés, amit kiadtak, és emellett természetesen a legjobb előadó, a legjobb dal díja sem semmi. Én azt gondolom, hogy Székesfehérváron fontos számunkra itt a Liget, illetve az előző koncertsorozat. Egyre inkább azt látjuk, hogy a Bagosi Brothers meghódította nem csak Magyarországot, hanem nekem úgy tűnik, hogy az egész Kárpát-medencében egy olyan különleges stílust képviseltek, ami közel hozza hozzátok a fiatalokat, és a legnagyobb meglepetésemre egyre több középkorú és időskorú is hallgatja a zenéteket, hiszen olyan gondolatokkal kíséritek, ami szerintem fantasztikus. Az előzményekről ne nagyon beszéljünk, de 2013-ban eleve elrendelés volt a megalakulásotok? Igazából az egészen szerettünk zenélni, és igazából szerettük egymást. Barátok voltunk rég, és amolyan egy család, együtt zenéltünk mindenféle külön formációkban, és nem tudom, ilyen véletlen vagy sors kezű dolog volt ez az egész, hogy így összeállt ez a band, és ennyire ráéreztünk, és mindenkinek megvan a szerepe, és mindenki tudja, hogy hol, mikor, mit kell csinálni, úgyhogy nem tudom, így álltak össze a csillagok, és nagyon jó, hogy így álltak össze, mert azt hiszem, hogy enélkül a zenekar nélkül már el sem tudnánk képzelni az életünket. Mennyire változtatok meg, mennyit kellett változnotok, hogy elindulva Gyergyóból megérkezzetek Magyarországra? Nyilvánvaló az első időszak Erdélyben, az nagyon fontos volt. Igen, tehát elsősorban az első koncerteket, illetve a szárnyaink bontogatását mindenképpen otthon kezdtük, és úgy gondoltuk, hogy addig nem is érdemes tágabb területekbe gondolkodni, vagy átjönni egyáltalán Magyarországra, megmutatni magunkat, amíg nincs egy nagylemezünk, és ezzel egészen 2015-ig vártunk, amikor is megjelent az első nagylemez, és akkor már Erdélyben relatív ismertnek számítottunk, viszont Magyarországon megint újra kellett építeni ezt az egész folyamatot, ami hát a mostani lehetőségekhez mérten viszonylag gyorsan sikerült, de mi hál' Istennek úgy éltük meg, mint egy lépésről lépésre történő folyamatot, és talán ez a kulcsa annak, hogy folyamatosan meg tudtuk állni a helyünket az egyes lépcsőfokokon. Nem éreztük azt, hogy egyszer még itt lent voltunk, és a következő nap egy olyan helyen kellett megfelelnünk, amire nem álltunk volna készen. Pontos időpont az áttörésre, vagy ez inkább egy folyamat volt? Melyik volt az az első pillanat, amikor azt mondhattátok, hogy megérkeztünk? Abszolút folyamat volt egész végig, és szerintem még most is tart. És minden egyes, nagyon sok dolgot fel tudnánk sorolni, kezdve a legelső Silent Party-ig, ami
200 kilométerre a szülővároskánktól adtunk egy koncertet, és még csak pár hónapos volt a zenekar. 200-250 fülhallgatót osztottak ki, hogy abba hallgatják majd az emberek a mi élő zenénket, és olyan hangosan énekelte a közönség a saját dalainkat, akkor még azt hiszem, mondjuk 2 volt, vagy 3, hogy kihívták csendzavarási rendőrséget. Azt hiszem, ez volt a legelső olyan pillanat, amikor az ember érezte, hogy na ebből valami nagy is lehet. És megállás nélkül töretlenül mentünk tovább, és nem tudom, a legelső tusványos, a sátras fellépésünkig, ami teltházasra sikerült egészen a nem tudom, hamarosan bekövetkező Budapest Parkos teltházas koncertünkig. Igen, tusványos azért kultikus hely, és nem csak a Orbán Viktor találkozók okán, hanem esztendőre megtapasztaljuk, hogy milyen fantasztikus koncertsorozatok vannak. Ez volt tehát az első lépcső. Ugyanakkor itt Magyarországon meg kellett, hogy ismerjenek benneteket. Volt olyan pillanat, amikor feladtátok, vagy egy bíztatok magatokban, a szakmai felkészültségetekben, a zenétekben? Folyamatosan bíztunk, és a közönség is bíztatott, hiszen itt ugyanaz játszódott le, mint otthon is, hogy az első koncerten csak 2 voltak, aztán 10, aztán 20, aztán 500-an, aztán több ezren, és a menedzsmentünk is nagyon optimista volt, és mindig feszítette a határokat. Tehát emlékszem, volt egy olyan időszak, amikor az akváriumban már gyakorlatilag biztos lehetett volna egy teltház a kis halban, ami azt hiszem 700 fős, és a menedzserünk azt mondta, hogy menjünk a nagy halra, az 1200, de hát biztos, inkább legyen meg. Mondta, hogy ne, kell feszegetni a határokat, és bejött, és működött, és teltházas lett a nagy hal. Ugyanígy 2 évvel később tovább feszegette ugyancsak a menedzserünk a határokat, amikor azt mondta, hogy elfogyott egy nagy hal, csináljunk 2, tudjátok, mi csináljunk 3, és mondtuk, hogy hát lehet, hogy nem kéne, de ő mindig pusolt a dolgokat előre, és tényleg meglett a 3-szoros teltház. Ezek olyan dolgok, amikre tényleg nagyon büszkék vagyunk, és köszönjük a közönségnek, hogy végig velünk volt ezen az úton, hiszen nélkülük nem lennénk ott, ahol vagyunk. A magyar nyelv mindig a tiétek volt, a magyar közönség is a tiétek lett, és ez fontos pillanat. Volt egyetlen olyan koncert, amikor azt mondtátok, hogy most már ott vagyunk, ahova vágytunk, mármint abban az értelemben kérdezem, hogy teljes-e a közönség siker, olyanok a dalok, ahogy azt megálmodtátok? Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ilyen pillanat van. Inkább ilyen érzések vannak, igen, amikor a színpadon áll az ember, és éneklik azt a dalt, amit mi írtunk közösen, és a mi szavainkat ordítják hangosan, az valami olyan érzés, amit más nem igazán tud adni. És hál' Istennek nagyon-nagyon sokszor érezzük ezt a pillanatot, és sokszor átjár bennünket. Kezdetek után folyamatosan nőtt a népszerűségetek, egyre újabb és újabb albumok jelentek meg, ezek fontos pillanatok voltak nyilvánvaló. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy otthonra találtatok Budapesten. De hogyan tud otthonra találni Budapesten egy erdélyi család, egy erdélyi fiatal csapat? Hiszen azért ez egy teljesen más világ. Részben találtunk Budapesten otthont, hiszen a zenekarnak hát körül, mondhatnám azt, hogy fele, ha bár az 5-öt azt nem lehet tökéletesen elosztani két felé, de talán a mi esetünkben mégis, hiszen ketten állandóan Gyergyószent Miklóson élünk a jelen pillanatban is, ketten állandóan Budapesten, és az egyik tagunk az pedig hol itt, hol ott van, tehát ezért lehet pontosan elosztani, és nagyon szeretném egyébként én személyesen, hogyha megmaradna ez a felállás, hiszen addig tudunk igazán otthoni zenekarként létezni, amíg valóban egyik lábunk még mindig ott van, és hát igen, egy picit nehéz, hiszen azok, akik, jó magam is, akik otthon élünk, és otthon van a család, viszonylag nagy erőfeszítés, sokat utazni, úgy szervezni az életünket, hogy ez beleférjen a magánélet is, de én úgy gondolom, hogy ha igazán akarja valaki, ezt meg lehet csinálni.
Fehérvári püspök Prohászka Ottokár mondta, hogy azért jöttem, ez volt a jelmondata, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Én azt gondolom, hogy a ti pályafutásotok, az itt jelenlétetek, ez fényesen bizonyítja, hogy ez egy zenekarnál is működik, annál is inkább, hogy ezt mások is észrevették, hiszen a díjak folyamatosan jöttek. Mennyire ad megerősítést egy fiatal csapatnak, hogy a szakmai grémiumok is odafigyelnek rájuk? Abszolút, tehát szerintem a visszajelzés az nagyon-nagyon fontos, és ez mindenféle téren. A díjakkal kapcsolatban mindig azt szoktuk mondani, és teljesen a legőszintébben, hogy az a legfontosabb, hogy már jelölnek, mert ekkor gondolja azt a szakma, már észrevesz a szakma, gondol rád, figyel rád, és arra a polcra tesz, ahol a kiemelkedő embereket tartja, és ez zseniális érzés, és onnantól az már még csak egy plusz, hogy az ember be is zsebel díjakat, mert ugye, hogyha sokszor jelölik, de soha nem visz haza semmit, az nem annyira jó, de összességében a visszajelzések. Tehát az, amikor egyének, az, amikor a közönség, az, amikor a szakma mindenki pozitívan nézi, vagy szemléli a dolgokat, és hallgatja, és átjárja az ő lelkét is a dalok, akkor az egy zseniális érzés. Tehát kézenfogva jár a közönség siker és a szakma dicsérete. Hogy születnek a szövegek, hiszen arról is ismertek vagytok, hogy a zene az talán olyan, mint a 21. századi, persze, hogy nem olyan, hiszen csak rátok jellemző, de a szövegek egészen különlegesek, valóságosak. Igen, általában Norbi szokta mondani, hogy most kifejezetten érzem, hogy én szeretnék erről beszélni. Norbi írja a daloknak az alapjait, a dallamot, illetve a teljes szöveget gyakorlatilag, és úgy gondolom, hogy az elmúlt években sikerült egy olyan külön bagosi Norbis világot összehoznia, ami egyedivé teszi a szövegeinket, és egyben elgondolkodtatóvá. Nem mindig egyértelműek a dolgok, hogy miről is szólnak, hanem ő szokta azt mondani, hogy mindig meghagyja a hallgatónak, hogy értelmezze és beleélje a saját érzéseit abban, hogy miről is szólnak ezek a dalok, és talán ez nem csak a mi esetünkben van így, hanem sok-sok nagy világsláger is ettől vált halhatatlanná. 2 éve nem volt ilyen. Köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, hogy itt lehetünk. Székesfehérváron vagyunk, én azt gondolom, ahogy keretbe zárva a történetet, ez egy fontos pillanat nekünk és a közönségnek is, és nem csak a koronavírus járvány feloldása okán, hanem az, hogy végre itt köszönhetünk benneteket. Milyen gondolatokkal fogadtátok el a szervezők meghívását? Nagyon-nagyon vártuk, itt ülünk, és mosolyik a szánság közben, és azt hiszem, hogy nagyon rég nem koncerteztünk egy akkorát, amekkorát most fogunk. Tisztára ilyen fesztivál hangulat veszi körül a zenekart, és azt hiszem az embereket is majd este. Zseniális, igazából két éve nem volt hasonló érzésünk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. És még annyit hozzátennék, hogy sosem volt lehetőségünk a Fezenen fellépni, a rendes Fezenen sem, hiszen mindig valami időpont ütközések voltunk, már emlékszem, hát most már 3 éve gyakorlatilag, meg a tavalyi kimaradt, és az előtt 2 évben is mindig problémák voltak az időpontokkal, már volt lekötött koncertünk, így még ezen a helyszínen sem voltunk, úgyhogy ez egy különleges alkalom, mini Fezen, de itt vagyunk, és reméljük, hogy felejthetetlen lesz a mai este. Gyere, vigyél magaddal, amíg tart a meleg délen. Szakszerűen eldőlni, vagy állni kell nőképpen. Hogy jól kapszél, ha voltam, lennek ilyen szóval. Darabnak a sarokban, hogyha valami felzavarok. Hogy jól kapszél, ha voltam, lennek ilyen Laudes Orgáni az Orgona dicséret koncerttel folytatódott a Harmonia Albensis templomi koncertsorozata. Az evangélikus templom vendége Virág András Gábor orgonaművész volt.
A mintegy két évtizedes hagyománnyal bíró Harmónia Albenzis sorozat második koncertjének programjában a budapesti Szent István Bazilika orgona művésze Virág András Gábor az orgona irodalom remek műveit szólaltatta meg a székesfehérvári evangélikus templomban. Az Erkel-díjas művészt, Szabó Balázs zenetörténész és a házigazda Albarégia szimfonikus zenekar igazgatója Ruf Tamás köszöntötte. Egy pillanat alatt sikerült megnyerni ennek az ügynek Virág András orgona művész zeneszerzőt. András a fiatal zeneművészek, orgona művészeknek egy nagyon-nagyon ígéretes tehetsége, tulajdonképpen nagyon korán felfigyeltek az ő munkásságára, és az én személyes véleményem, de többeké is, hogy még nagyon nagy pálya és egy nagy ív van előtte. Nagy öröm volt számunkra, hogy ő ennyire örömmel jön hozzánk, és külön öröm, hogy itt az evangélikus templom orgonáját tulajdonképpen ennyire sokan meghallgathatjuk ma. Az evangélikus templom először volt házigazdája a Harmónia Albenzis hangversenyének. A klasszikus zene barátai emlékezetes élménnyel gazdagodhattak az esten, a Laudes Orgáni, az orgona dicsérete koncerten Virág András Gábor az itthon és szerte Európában ismert és elismert művész, Bachtól Liszt Ferencig, az orgona muzsika teljes apparátusát felvonultató kompozíciókat szólaltatott meg. Egyszerű dolgom volt, mert a felmenőim közül már apai ágon én vagyok legalább az ötödik, aki a zenei és azon belül részben az orgona művészi pályát választotta, és ez azt jelenti gyakorlatban, hogy kicsi korom óta kísértem édesapámat. Nyilván régen gyakrabban a koncertjeire, előtte még nagyapámat is, hiszen ő is orgonaművész volt, egyébként a legelső tanáraim ők ketten voltak. Tehát én úgy megörököltem ezt, és igazából amióta az eszemet tudom, gyakorlatilag mindig is a zene érdekelt, úgyhogy számomra az nem volt kérdés, hogy ebbe az irányba induljak el. Ha már az örökségről beszélünk, maga az orgona zene és orgona muzsika is örökség számunkra. Miként lehet ezt úgy továbbadni, hogy továbbra is megtartsa azt a nimbuszt, ami körülveszi? Nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy a válasz is elég összetett. Én azt gondolom, hogy rengeteg gyöngyszemmel rendelkezik az orgona irodalom. Ugye az, hogy a 20.-21. századból, főleg az utóbbiból mi marad meg az utókorra, az egy későbbi kérdés. De én azt gondolom, hogy remek műveknek nem vagyunk hiány. A másik nagyon fontos összetevő, én úgy gondolom, hogy a hangszerek minősége. És elmondhatom azt is, és talán nem túlzok, hogy ilyen szempontból az elmúlt mondjuk 15-20 évben hazánkban sokat javult a hangszerparknak a minősége. És akkor ott van a harmadik rész is, most így nagyon gyorsan összefoglalva vagy leegyszerűsítve a választ, hogy hát az előadó művészet, az előadóknak a képzettsége is meglegyen. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is hazánk előkelő helyet foglal el. Adott esetben nemzetközi megítélésben is, hiszen ma már sokkal könnyebb külföldön is olyan dolgokat megtanulni, amit esetleg itthon még 30-40 éven nem ismertek. Tehát sokkal nagyobb az átjárás, és épp ezért azt gondolom, hogy minden szempontból előrébb vagyunk, talán nem túlzás ezt állítani, mint mondjuk a rendszerváltozás környékén. De azt gondolom, hogy generációtól és életmódtól függetlenül a megalkuvás nem tűrő kitartó munka mindig szükséges. Ennek tükrében milyen repertoárral készült mára? Mai napra Johann Sebastian Bachtól egészen a rögtönzésig valamennyi korszakot felölel a program. Egy Mendelssohn szonátával fog indulni az orgonaest, amelyet követ Johann Sebastian Bachnak az egyik legnagyobb szabású preudium és fugája, az úgynevezett E-moll preudium és fuga. Ezt követően egy Liszt művet játszok, amely az Őrangyalról szól. A negyedik műsorszám egy saját rögtönzésszerű, de lejegyzett művem lesz, amelynek az a cím, hogy impromptu, ez egyébként francia rögtönzést is jelent. Az utolsó előtti műsorszám egy César Franck mű lesz, aki Liszt Ferencnek volt a kortársa, és 1890-ben halt meg, és a hangversenyt pedig egy rögtönzés fogja zárni egy megadott témára. A Harmónia Albenzis koncertsorozata július 15-én 19 óra 30 perckor a Szent Sebestyén templomban folytatódik. A repertoáron Mozart művek szerepelnek.
Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Pál Tamás vezényli, közreműködik a Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész operaénekes Kertesi Ingrid. Ünnepélyes keretek között mutatták be az Ítélet és Kegyelem című filmet, hétfőn este a forgatás színhelyén Csákberényben, a múlt évben rögzített alkotás forgatókönyve Sobor Antal Perej Uram című regényéből, és az ugyanezzel a címmel a Vörösmarty Színházban bemutatott színdarabból készült. Csákberényben a történet eredeti helyszínein készült az Ítélet és Kegyelem című filmdráma, amely Sobor Antal Perej Uram című színművéből előbb színpadra, majd filmvászorra került. A film Szikora János rendezésében az 1848-49-es szabadságharc leverésének időszakából elevenít fel egy megtörtént, kevesek által ismert epizódot a Nemzeti Filmintézet a színházak támogatását célzó pályázatának segítségével. Amikor ezt a produkciót elkezdtük építgetni, azért úgy gondoltuk, hogy egy sokkal inkább belső környezetben fog lejátszódni az egész, tehát a filmes eszközök azok alig fogják meghaladni majd a színpadi lehetőségeket. Na most hát nem így történt, hiszen kiderült, hogy Csákberény abszolút alkalmas arra, hogy ezt a filmet környezetébe is megvalósíthassuk, hiszen a két templom az áll, a paplak mint háttér áll, úgyhogy így sok-sok minden kiderült tavaly nyáron, amikor elkezdtük előkészíteni a filmet. A nemzet lelkiismeretét ébren tartó prédikátorok sokat tettek azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor, a csákberényiek pedig tudják, hogyan lehet és kell méltósággal visszatekinteni az addig ismeretlenre. Jártunk Nagyigmendre koszorúzni, hiszen nagyigmendi barátaink őrizték a két mártírpap emlékét 170 éven keresztül, most már 172. És amikor polgármester lettem, kezembe került a könyv. Egy nagyon szétolvasott, elég egyszerű kiadású könyv, amiből nem volt kereskedelmi forgalomban, úgyhogy gyorsan kiadtuk egy pályázati forrásból, és most mindenkinek elérhető, és ebből a filmből készült egy nagyszerű színdarab, amit a Székesfehérvári Vörösmarty Színház játszott. A történelmi filmdráma rendezőjeként Szikora János egy olyan erkölcsi missziót vállalva alkalmazta filmre Sobor realista prózájának mélységeit, amely példa arra, hogy a 21. században is lehet és kell méltósággal visszatekinteni a morális helytállás mártírjaira. Születik ebből egy színdarab, aztán ebből a színdarabból lesz egy film, és az a film visszatér oda, ahol ez a történet született, de nem akármikor, július 12-én. Ma július 12-e Alkonyán állunk Csákberényben, ezen a napon végezték ki a két papot. Ott állunk azon a helyen, ahol valamikor több mint 100 évvel ezelőtt elkezdődött egy történet, aztán regény lett belőle, aztán színmű, aztán film, és a történet visszaért oda, ahonnan elkezdődött. Kozári Ferenc már meg annyi különleges történetben és filmben jelen volt szerepeiben, ez azonban számára is olyan megerősítést adott, amely sokáig elkíséri. A forgatáson is, meg a próbákon, meg az előadáson is meghatottan. Tehát tudni azt, hogy élő húsvér emberek, mint mi is vagyunk, milyen sorsot futottak be, és milyen példát mutattak ezzel mindnyájunknak. Ez egy jó érzés, és Fejér megyeiként meg büszkeséggel tölt el. Kerkai Rita a Vörösmarty Színház művésze számára egyfajta kegyelmi állapot volt a színházi előadás és a film egyaránt. Nagyon szép feladat volt mind a színdarab, mind pedig a film, és nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem mind a kettőben. És egy csodálatos volt ezekkel a kollégákkal együtt dolgozni, és fantasztikus volt azt érezni, hogy azoknak az embereknek, akikkel együtt készült a film, a helyieknek, hogy mennyire sokat jelent ez a történet, és hogy az embert ez sokkal mélyebben itatja át, mint általában, amikor az ember egy olyan irodalmi művel foglalkozik, ami fikció. A program a köszöntőket követően megemlékezéssel folytatódott, a mártír halált halt katolikus pap és református lelkész tiszteletére készült emlékmű előtt hajtottak fejet a résztvevők, ahol Törő Gábor országgyűlési képviselő és Vécsei László polgármester mellett Cserpalkovics András polgármester és Szikora János rendező közösen helyezte el a megemlékezés virágait, majd a résztvevők megtekintették a filmet. Thank you.
Az idén 75 éves Tolcsvai Béla jubileumi koncertjével folytatódott az emlékparki nyár a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Újabb kiállításnak ad otthont a Katonai Emlékpark. Pákozdon láthatjuk Kertai Zalán festmény kiállítását. A művész az 1000 éves magyar hadtörténelem és harcművészet, illetve a jelenkor magyar katonai hagyományőrzők látványvilágának kiemelkedő alkotója. A kiállítás megnyitóján Ollá László mutatta be az alkotót. A Katonai Emlékpark egyre inkább négy évszakossá tudott válni. Az egyik nyári legfontosabb eseményünk a sok apró gyermekrendezvény és a társadalomnak szóló rendezvényen kívül ez a kultúrának szól, ez az Emlékparki Nyár kulturális programsorozat, amelynek fő célja az, és 9 évvel ezelőtt ezért hívtuk életre, hogy a kultúra eszközeivel is szolgáljuk a haza szeretet erősítését, szolgáljuk a hadtörténelmi honvédelmi ismeretek bővítését és népszerűsítését. Általában egy-egy rendezvényünk valóban több elemből áll. Így például a mai napon is egy képzőművészeti kiállításra kezdünk, Kertai Zalán, hadtörténelmi festő, aki a honfoglalás korától napjainkig jeleníti meg a hadtörténelem főbb szereplőiket, a katonákat. A mai kiállításra azt kértük Zalántól, hogy ahogy a Katonai Emlékpark is 1848-tól napjainkig jeleníti meg a magyar nemzet hadtörténelmét, a képeik is ezt tükrözzék, és azok a képek kerültek ide Kertai Zalán alkotásai közül, amelyek 1848-tól a huszároktól, az első-második világháború katonáink keresztül egészen napjaink katonájáig mutatják be az embereket. A katonaportrékat felvonultató kiállítás több mint egy hónapon keresztül lesz látható Pákozdon. Mint a madár illat régen jár, dallal köszön téged még az áltozán. A kiállítás megnyitott követően az idén 75. születésnapját ünneplő Tolcsvai Béla csapott a húrokba, hogy pályáját átívelő jubileumi koncertet adjon, legyen újra rend címmel. Nagyon nehéz, mert 50 esztendő az elég hosszú. És nagyon sok dal van, de megpróbálok belőle átnyújtani egy csokorral olyat, ami mának is szól, de olyanokat is, amik régebbre emlékeztetnek. Szerencsés találkozás ez. Görög István ezredes úr régóta ismerősöm, és rajta keresztül kerülök ide majdnem minden évben. Így ez a koncert is egy jubileumi dolog. A címe már sokat sejtett, mert legyen újra rend. Erről szól. Hogyan tekint vissza az elmúlt 50 évre? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és ugyanezt csinálnám, hogyha újra kezdeném. Ugyanezt, ugyanígy megtenném. Sok volt benne buktató is, de azokat, ha ügyes vagyok, akkor jobban ki lehetne kerülni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!